Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok. Valamikor régen csináltam egy olyan videót, minek az volt a címe, hogy Antem és a Na ugye én megmondtam tábor, valami ilyesmi volt a címe. És a fő lényeg az volt, hogy, hogy az Antem sikeres lett, akkor a rajongói azt fogják mondani, na ugye én megmondtam. És hogy az Antem nem lesz sikeres, akkor akik ellene voltak, azt fogják mondani, na ugye én megmondtam. Na most, azok, akik úgy döntöttek, hogy ebből a játékból nem lesz semmi, na ugye én megmondtam, ott fognak mondani. Mivel, hogy február 24-én 2021-ben a BioWare leállította az Anthem Next nek a fejlesztését. Jep, így állunk gyerekek, uh, teljes erővel, teljes gőzzel foglalkoznak most a Mass effect az újjal, illetve a Dragon Age-el, és úgy, ahogy van, beszüntetik az Anthem-nek a fejlesztését, vagyis az újraalkotását. Számomra ez egy kicsit szomorú hír. Én bíztam abban, hogy az Antenból lesz egy játék. Egyszerűen kitalálták a legjobb játékmechanizmust, tehát a legjobb 30 másodperces. A repülés tök jó meg volt oldva a harc és ez a kombó rendszer, ez nekem nagyon tetszett, és tök jó meg volt oldva. Igen, problémák voltak a loot problémák voltak azzal, ahogy kinézett a játék, problémá volt a content a mennyiségével, probléma volt a single player sztoriával, kicsit gyenge volt, lore minden minden mással baj volt az antemmel, és érthető módon a játékosok nem voltak elégedettek vele, többek között én sem, de élveztem a gameplay menetet. Úgyhogy ugye fel is kerekedtek a BioVern, és azt mondták, jó van gyerekek, jó van, fél -fél félre rakunk egy kis csapatot, és megcsináljuk az Antem Next-et. Ides ideal, egy-két év türelem türelem meg lesz, megcsináljuk. Aztán természetesen az IE úgy ahogy van, azt mondta, hogy cancel. Nope, nem lesz Antem Next pedig. Pedig a bioware lett volna esélye kiavítani ezt a játékot, akkor az egyik talán legjátszottabb RPG stílusú játék lett volna. A videó kedvéért felmentem játszani egy kis antemet, próbáltam volna találni egy pár játékost, aki még játszik ezzel a játékkal. Hát Európában teljesen halott. Az egész nem, nem tudtam találni. Egyetlen egy játékos sem. Talán igaz lehet este, próbálkoztam nappal, még ki tudja lehet, hogy, hogy van, de egyszerűen, uh, sajnálom, hogy ez a játék erre a szintre jutott. Nagyon nagy kár érte, nagyon élveztem volna, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban majd fogunk beszélgetni. Csinálok egy videót majd később arról, hogy mit gondolok a mai RPG játékoknak a helyzetéről is. Ja, legyen ennyi elég egyelőre, lehetek kíváncsiak a videóra. Visszatekintve azokra, akik megvásárolták a játékot, na, mit gondoltak? Megérte? Megérte, megvenni az antemet. Uh, és. Van, aki egyáltalán gondolkodik, hogy megvásárolja az Antemet. Tudom, nagyon könnyű erre most a válasz. Hát azt mondta, hogy jó, nem, mert hát holott játék, aki nem játszik. Viszont ugye a szervereket nem állítják le, és az Antem úgy fog futni, ahogy jelen állapotában fut. Az eventek jönnek, mennek, a store itemek jönnek, mennek, szóval mindent idővel be lehet szerezni, de új content nem fog hozzá kijönni. Éké, kaptunk egy single player és ezt mondtam is annak a régi videókban, hogyha neten kedvet támad megvenni az antemet, akkor most már végképp neved meg. <laughs> Max akkor, hogy ilyen két dolcsié árulják a, az originál, akkor megveheted, mert hogy egy, egy jó időnyit de most már single player ö, tapasztalatot fogsz kapni. Ab abban viszont egészen oké, okay, és nem azt mondom, hogy nagyszerű, de az, hogy repülhetsz össze-vissza hatalmas mekekben, és egy kicsit bunyózgathatsz a képességekkel, kifarmolhatsz jobb dolgokat, egy egész szórakoztató időtöltést tud adni legalább egy pár óráig kíváncsi vagyok, hogy reagál most erre a média. Gondolom össze-vissza fogják lehordozni az i meg a bioware a sárga földig, hogy milyen szar fejlesztők. Uh, van, aki, ó, nagyon köszönjük, igen, az Antem nagyszerű. Hát, de ja, jaj, ja. és annak ellenére, hogy mennyire elbukott ez a játék, mégis olyan szintű hír kapacitása van. És ez egy tökéletes példája azt hiszem annak, hogy 2021-re elértünk odáig, hogy egy ilyen játék, mint az Antem piacra tud kerülni. Tehát, hogy ennyire, és az emberek ezt megveszik jó magamat beleért, hogy tényleg sok reményt fűztem hozzá, reméltem, reméltem, hogy ez lesz az a játék, amit lecserélhetek. Tehát ez lesz az a játék, amivel lecserélhetem a Warframe-et, de sajnos, sajnos nem vált be. És az ok, amiért végig ekkora híre, hírt élvezett az Antem, az egyszerűen úgy gondolom, hogy azért volt, mert ekkora potencia volt a játékban. Tehát, hogy az iénél nincs ott egy épp eszű ember, aki lát, nem látja a potenciát, vagy aki látja a potenciát ebben a játékban. Tehát egyszerűen megcsinálták a tökéletes alapot, és nem hiszem el, hogy az iénél nél nincsen, ez meg még egy millió dollár arra, hogy ebből a játékból egy olyan MMORPG-t, vagy egy RPG, sima RPG t sima RPG-t csináljanak, ami egyszerűen bevonzana az összes MMO-mániás játékos a, a az RPG stílusra és az MMORPG stílusra egyszerűen ki van éhezve a piac. Nem az van, hogy nincs játék adakint mmorpg de nincs igazán jó játék. És erről majd beszélünk egyszer. És ki van éhezve erre a piac, hogy ilyen játék, mint az Anthem, ami már rég meghalt, fel se kellene kerüljön a, a, a hírlistáknak az élére, mégis hírt kavar. Szóval, ja... És ezt a potenciát nem tudják kiaknázni. Az Antem eh, hozhatott volna egy friss eh, világot az MMORPG-knek a világába. Mert amikor megjelent, ilyen még nem volt, és gondolom egy darabig nem is lesz. Reméljük, hogy odakin lesz egy csapat, aki kap az ötleten és a kiaknázatlan potencián azért, hogy ebből egy játékot csináljon. Sajnálom, tényleg sajnálom ezt a játékot. Most már szépen le is törlöm, ott repül 50, 50 fontom. Ez van. Nagy kár, nagy kár. Szerintem az évtized legnagyobb bukása, az Antem is az évtized legnagyobb kihasználatlan projektje, amiből igazán egy. egy jó játékot lehetett volna csinálni, de talán nem az IE fennhatósága alatt. Ki tudja, lehet, hogy a Bioware most leválna róluk és az Entemből csinálnának egy olyat, mint a Bungie az Eszteriből, akkor király lenne. De úgy gondolom, hogy bármikor a jövőben ez a játék felbukkan a hírekben, hogy ebből lesz valami, esetlegesen lesz valami, akkor a játékosok hajlandóak lennének visszatérni ez a játékhoz. Gyerekek, ennyi lett volna, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, maradj a csatornámon, iratkozz fel, csengőjelecskel, mert hamarosan beszélgetünk egy uh, kis MMORPG témáról még, de nem nagyon akarom elárulni, hogy uh, miről lesz szó. <laughs> Na jó, van. nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!